Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Itt összehasonlítunk két férfit egymással. Ez a felvétel egy személyes jóslás csillagvirág számára. Kedves csillagvirág, köszöntelek téged, ez a te jóslásod. A kérdésed az, melyik az igazi, a volt párod, vagy ez a jelenlegi kapcsolat, ami még teljesen új nálad. Én megnéztem mindkettőnek a horoszkópját, és amiben hasonlítanak, hogy mindkettőnek kármikus témái vannak, mégpedig ez év október hónapjáig. Hogy ez hogy hat ki rád, ezt meg tudnám neked mondani egy ilyen asztrológiai elemzés útján. Ami még feltűnik a volt párodnál, hogy ő egy fél hold napján született. Fél hold azt jelenti, hogy a nap és a hold összeköttetésben áll, nem csak egymással, hanem a mi földünkkel is, és itt megvan ez a feszültség. Ezt úgy nevezzük, hogy opozíción vagy kvadrát. De ezt a feszültséget, ezt a belső feszültséget ő érzi pontosan akkor, amikor érzelmekről van szó. Ezt úgy tudom neked elmagyarázni, hogy amikor ő megszületett, a nap a levegő elemében volt, a mi földünk a tűz elemében, és a hold a föld elemében. Itt össze van kapcsolódva hold, nap és föld, az elemek, a levegő eleme, a tűz eleme, és a föld eleme, hiányzik a víz. Hiányzik a víz eleme, az nyújtaná neki ezt a belső nyugalmat. És a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Amikor érzésekről van szó, mint egy párkapcsolatban, érzi mindig ezt a belső feszültséget. És nem tudja azt, hogy tudná kifejezni az érzelmeit szavakban, vagy tettekben. Ő nagyon bizonytalan. Ezek miatt a belső feszültségek miatt. Az, hogy itt nyugalom legyen, és harmónia, és érzelmek, az ő elvárása másoktól. Ő ezt meg akarja kapni, de nem tudja kimutatni. Ha te ezt így tekinted, akkor az neked választ ad arra, miért voltak a múltban nézeteltérések. És most megtekintjük ezt a jóslást, megtekintjük a kártyákat. A te jelenlegi helyzetedet ez a kártya mutatja. Egy találkozás. Egy szerelmi és egy testi kapcsolat. Itt a kardok a levegő elemét mutatják. Az nem csak a könnyűségeket, nem csak a szabadság érzetét jelenti, hanem a kommunikációt is. Érzelmekről beszélni, a valóságot kimondani. Itt ez az ötös szám arra utal, hogy először is el kell, hogy érj valamit, a céljaidat, és utána jönnek új lehetőségek. De az ötös szám azt is jelenti, hogy mások befolyásolják az eseményeket.
Ami téged gyengít, ezt mutatja ez a kép. Ez a férfi a képen nagyon magabiztos. Tudja, hogy mit akar elérni. Megvan ehhez a hatalma. Lehet, hogy te egy ilyen férfit szeretnél, és keresed ezt a tulajdonságot a párkapcsolatban. Mivel ez téged gyengít, ez arra utal, hogy ők nem tudják neked ezt biztosítani. A másik, amit ez a kép számodra mutathat, ez lenne a te tartásod. Az, hogy te magabiztos légy. Mivel téged ez gyengít, itt ezen a helyen, jelentheti azt is, hogy te bizonytalan vagy. És mi erősít téged, azt ez a kártya mutatja. Itt ezek a kardok megint a levegő elemét szimbolizálják. A könnyűség, a szabadság érzete, a beszélgetések az, ami téged előre vezet. A kép mutat itt változásokat, megújulásokat, gyakran költözködést. A hatos szám a múltra utal, tehát a volt párodra. Meg lesz arra a lehetőség, hogy ti ketten egy új irányba mozogjatok, választatok egy új utat, lehet költözködés is. Most összehasonlítom a két férfit. Ezen az oldalon van a volt párod, és itt ezen az oldalon az új kapcsolat. A volt párod jelenlegi helyzetét ez a kártya mutatja. Itt a kezében ez a kehely az ő érzelmeire utal. Ahogy ő itt áll, egy ilyen nyitott kézzel, ezzel a gesztussal, a kezében a kehellyel, ami a víz elemére utal, ez jelenti az ő nyitottságát. Tehát ő szeretne veled újra egy párkapcsolatot kialakítani. És mi akadályozza őt ebben, ezt mutatja ez a kártya, ezek mások. A nyilvánosság, hogy mások mit gondolnak róla, vagy rólatok, vagy mit fognak beszélni, vagy milyen fecsegések lesznek, vagy pletykák, emiatt ő inkább visszahúzódik. És mit fog tenni a tetteket, ez a kártya mutatja. Ő nem boldog. A kezében van ez az arany érem. Az jelentheti az anyagi dolgokat, viszont az értékeket is. Ez a szerelem, ez a múlt neki nagyon értékes, és ezt fogja itt a kezében, nem tudja elengedni. De kell egy kis könnyűség, és ez a könnyűség nem tőle jön, hanem tőled. Amennyiben ti összejöttök, mit hoz a jövő, ezt mutatja itt a kártya. Ez egy kis szomorúság, nyitottság egy új kezdetre, ezt mutatja ez a hölgy ruha nélkül, erre utal ez a szimbóluma, és ahogy kitekint az ablakon, az a minden olyan szomorú. Jelenti a vágyakat is. És ez mit közöl veled? Azt, hogy ez a párkapcsolat, egy új kezdet a volt pároddal oda vezet, hogy téged ez szomorúvá tesz, mert te szeretnél valami jobbat az életedben. Neked egy ilyen férjre van szükséged. És most megtekintjük ezt az új kapcsolatot. Az ő jelenlegi helyzetét
itt ez az egyes érem, ez az egyes arany érem mutat. Az egyes szám azt jelenti, hogy ő egyedül van. Ez az arany érem pedig a tetteket. Összeköttetésben áll a föld elemével, a reális dolgokkal. Tehát ő nem csak álmodozó, hanem a tettek embere. Ez az arany érem mutatja az anyagi helyzetet is, és a hivatását is. Neki ez most nagyon fontos, az anyagiakat rendbe tenni. Viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és mutatja az értékeket, az ő belső értékét, vagy az, hogy milyen értékes számára ez a szerelem, ez a kapcsolat. Mi gyengíti őt, ezt mutatja itt a kártya. Ez egy olyan, mint egy kaszinó, ahol játszanak. És ebben a kaszinóban, ebben a játékteremben mindenki győzni akar. Itt nyerességről van szó, de veszteségekről is. Lehet, hogy ő eljátszott valamit, vagy elveszített pénzt, vagy könnyelmű volt, és hagyta, hogy mások kihasználják. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Ez nem arra utal, hogy ő játszik a kaszinóban, hanem ez azt mutatja, hogy valamit ő eljátszott, hogy mások játszadoztak vele, és kihasználták őt, vagy meglopták, de ő ebből tanult, mert most az anyagiak állnak a középpontban, és az az övé. Nem hagyja, hogy mások ezt elvegyék tőle. Ez a férfi, hogy áll hozzád, ezt mutatja ez a kártya. Szeretne veled találkozni. Itt nem csak a testi kapcsolatról van szó, ahogy ez a kép mutatja, hanem a kelyhekről is. Mégpedig 10 kehely, az jelent valamit, mégpedig az érzelmeket, a szerelmet. Ő nagyon érzékeny, és ő kimutatja az érzelmeit. A 10-es szám itt jelenti azt is, hogy megvan arra a lehetőség, hogy ti egy új kezdetet, egy közös kezdetet, egy közös utat indítsatok. És hova vezet ez a kapcsolat? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ő itt a középpontban áll és küzd valami ellen vagy valaki ellen. És ő megvéd téged. A jövődet ez a kártya mutatja. Ez te vagy, a te szépséged, a te kisugárzásod. És az a férfi, aki ezt elismeri, akinek te fontos vagy, az lesz a párod. Itt mutatja ez a kép, hogy a volt párod visszatér, megvan arra a lehetőségetek, hogy kibéküljetek, mutatja az érzelmeit, ő szeretné ezt az új utat, viszont ez az új kapcsolat is nagyon jónak látszik, mert ő is mutatja az érzelmeit, és véd téged a veszélyek ellen. Te állsz itt a középpontban, ez a te kisugárzásod, és hogy alakulnak a dolgok, azt mutatja az energia, amit én át tudok változtatni számokra. A következő számok hatnak, a 8-as szám és a 9-es szám. A 8-as szám egy olyan húzavonal. Viszont, ha én ezt a 8-as számot megfordítom, és így tekintjük meg, akkor itt megvan egy szimbólum, valami, ami visszatér a múltból, és szimbolizálja a bizalmat. Tehát bízzál valakiben a múltból. Ha ő ezt nem tudja neked kimutatni,
akkor itt ez a 9-es szám fog hatni. És ez a 9-es szám olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább. És ilyen esetben te úgy érzed, hogy nem mozognak az események. Akármit is teszel, mindig ott vannak ezek a korlátok, ezek a korlátozottságok. Most felteszem a kérdést. Melyik férfi az igazi? A volt kapcsolatod, ez az új ismerettség, vagy lesz egy új kapcsolat? Mert te meg fogsz ismerkedni még valamiben. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, hogy a nagy szerelem a volt párkapcsolatod. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, hogy az igazi férfi a te életedben ez az új ismerettség. Ha az inga állva marad, akkor hagyd, hogy történjenek az események, nem kell, hogy elgondolkozz rajta, lehet, hogy az egyik, lehet, hogy a másik, az is lehet, hogy egy harmadik. A kérdés tehát, melyik az igazi? Az inga bal oldalra fordult ki, és ez arra utal, hogy ez a férfi, ez az új ismerettség lesz egy nagy szerelem az életedben. Kedves csillagvirág, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és megbíztál bennem. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!